Tisztelt Hölgyek és Urak! Ebben a programozási videóban egy sugárkövető programot fogunk megírni, és a keletkező képet a képernyőn megjeleníteni. A sugárkövető programunk a lokális illuminációs keretben fog működni, azaz minden felületre feltételezzük annak rücskös voltát. Itt is a házi feladat keretet használjuk. Az első struktúránk az anyag, amely a felület ambiens, diffúz, illetve spekuláris visszaverő képességét tartalmazza, amely eltérő lehet a különböző hullámoszokon. Itt vörös-zöld kék hullámoszokon követjük végig a szimulációt. Ezen kívül a felületnek egy shininess paramétere van, ami azt fejezi ki, hogy mennyire polírozott. A hit struktúra a sugár felület találkozásának paramétereit foglalja össze. A T a sugár paraméter, az egyenes egyenletében ez a paraméter mondja meg, hogy hol következett be a sugár egyenes, illetve a felület meccéspontja. A position ezt a meccéspontot világkoordináta rendszerben, Descartes koordinátákban adja vissza. A normál, a felület normál vektora ebben a pontban, a material pedig az anyagtulajdonságoknak a struktúrája a felület ezen pontjába. Ez a felület különböző pontjaiban akár változhat is, gondoljunk csak például a textúrázásra. A sugár egy félegyenes, aminek kezdőpontja és irányvektora van. Az intersectable az objektumaimnak a absztrakt alaposztálya, ugyanis a sugárkövetés során egy objektumról annyit kell tudnunk, hogy hogyan határozzuk meg a sugár és az ő meccéspontját. Tehát ebből a szempontból minden objektum egy meccshető, vagy más szóval intersectable. Ez az absztrakt alaposztályhoz egy tisztán virtuális függvény tartozik, ami ezt a meccéspont számítást hivatott megoldani, tehát kap a bemenetén egy sugarat, és a visszatérés értéke egy hit struktúra, mint az előbb láttunk, ami tartalmazza a meccéspont körülményeit, illetve hogyha a T mínusz 1, akkor azzal jelzi, hogy a objektumot ez a sugár nem találta el. Minden objektumnak vannak anyagtulajdonságai, tehát ezt már itt a absztrakt alaposztályba szerepeltetjük. Az objektumokat, akik a sugárkövetésben részt vesznek, ebből az intersectable-ből kell származtatni. Hát ebben az egyszerű példában mindösszesen a gömbre tesszük ezt meg, de hát az összes többi objektumra is a megoldás menete lényegében hasonló. Tehát a gömb az egy intersectable, ennek már konkrét paraméterei vannak, tehát konkrétan definiálható az ő középpontjával, illetve sugarával, és ennek következtében az intersect eljárás is most már tényleges értelmet kaphat. Ugye ennek azt kell kiszámítania, hogy a kapott sugár hol metszi el ezt a gömböt, tehát a sugár egyenletét be kell helyettesítünk a gömb egyenletébe, ezt meg kell oldanunk. Ugye ez egy másodfokú egyenletre vezetett, aminek elvileg 0, 1 vagy 2 gyöke is lehet. Ha nulla gyöke van, ez azt jelenti, hogy a sugár nem találta el a gömböt, két gyök esetén pedig, vagy akár egy gyök esetén csak is a pozitív sugár paraméteri gyököket tekintjük értékesnek, mivel azok jelentik azokat a meccéspontokat, amik a szempozíció előtt vannak így egyáltalán láthatók. Ha pedig két ilyen pozitív sugárparaméterű gyök is előfordulhat, azaz előttünk a sugár kétszer is metzi a gömböt, egyszer belép, aztán távozik belőle, akkor a kisebb sugárparaméterű kell, mert azt látjuk, azt akarja a másik meccéspontot. Amikor az egyenlet megoldásával sikerül a gyököt meghatározni, hát hogyha nincs gyök, akkor nyilván visszatérünk, mégpedig olyan a hit struktúrával, ahol a T paraméter mínusz 1. Egyébként pedig beírjuk a hit struktúrába a meccéspont körülményeit, ugye hol következett ez be világkoordinátákban. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a kiszámított sugárparamétert behelyettesítjük a sugár egyenletébe. Mi volt ott a normál vektor? Ugye ezt a problémát minden geometriára külön kell megoldani. A gömb esetén könnyű helyzetben vagyunk, ugyanis ha a gömbön van egy pontunk, akkor abban a pontban a gömb normál vektora az irányát tekintve megegyezik azzal a vektorral, ami a gömb középpontjából ebbe a pontba mutat. Rögtön normalizálhatjuk is úgy, hogyha elosztjuk a különbségvektort a gömb sugarával.
A virtuális kameránk ebben a térben a szempozícióval definiálható, ezt úgy lehet elképzelni, mint hogyha egy valódi kamerát ide tennénk a virtuális világba, a lukat ponttal definiálható, amely azt mondja meg, hogy melyik pontra irányítjuk rá a kameránkat, a right és az up vektorok pedig a kamera ablak függőleges és vízszintes oldalainak a irányát és egyben a nagyságát is meghatározzák. A field of view vagy látószög egy mellékes paraméter, azért jegyezzük itt meg, mert a kamera animációjához erre szükség van, és hogy ne kelljen állandóan újra számolni. A kamera paramétereket a set függvény a következő bemeneti paraméterekből határozza meg, tehát a szempozíció, looket, illetve egy preferált függőleges irány, amit view up-nak nevezünk, valamint a kamera függőleges látószöge. Tehát mondhatnám ezt vízszintes látószögnek is, ugyanis ebben a példában olyan kamerával dolgozunk, ahol a kamera ablak szélessége és magassága megegyezik. Preferált függőleges irányról beszélek, ugyanis ez a függvény garantálni fogja azt, hogy a preferált függőleges irányból csak azt a komponenst használjuk, ami valóban merőleges is a nézeti irányra, amely a szempozíciót és a looket pontot összeköti. Tehát van benne egy ortogonalizációs lépés is, amit ezek a sorok hajtanak végre. A getrére a sugárkövetés során van szükségünk, ez kap egy pixelt egész koordinátákban, és megkeresi ezen pixelhez tartozó kameraablakbeli pontot. A sugár irányát úgy állítja be, hogy ez a szempozícióból éppen ebbe a pontba mutasson, a sugár kezdőpontja pedig a szempozíció maga. Az animate függvényt arra fogjuk használni, hogy a kamerát animáljuk, tehát hogyha valamennyi idő eltelt, akkor a kamera paramétereit frissítjük. Egészen pontosan az történik, hogy a kameránk looket ponton átmenő függőleges egyenes körül körpályán mozog, miközben persze tekintetét folyamatosan a looket ponton tartja. Tehát először is vesszük a szempozíció, illetve a looket pont különbségét, mert most ugye a szempozíciót szeretnénk elforgatni egy looket ponton keresztül menő egyenes körül, tehát a looket pont lesz ennek a forgatásnak a pívó pontja, és tudjuk jól, hogy ilyen forgatást úgy kell megvalósítani, hogyha először a pívó pontot eltoljuk az origóba, végrehajtjuk a szokásos forgatásunkat, majd a forgatás eredményét visszatoljuk a looket pontra. Majd a megváltozott paraméterekkel ezt a set függvényt újra meghívjuk, hogy a ortogonalizációval együtt a right és az up vektorok most már korrekt értéket kapjanak. A light, a fényforrás osztályunk, ez direkcionális fényforrásokat képes kezelni, ugye egy irányfényforrásnak iránya van, és intenzitása van, ugye mind a kettő VEC3 típushoz tartozik, holott a elek egy spektrum, ami azért írunk le VEC3-mal, mert a spektrum is különböző valós értékeket tartalmazhat, három referencia hullámhozzon, tehát ezt is három flow-t definiál hasonlóképpen, ahogy az irányvektorokat. A virtuális világunk a szín, amely intersectable-ök, azaz metszhető objektumoknak a gyűjteménye. Hát jelen pillanatban csak gömbünk lehet, de hát a programunk ugye általánosabb ennél, tehát hogyha az absztrakt alaposztályból többféle objektumtípust használunk, akkor is így fog kinézni a színosztály, ami ezek után egy heterogén kollekció lesz. A lights, a fényforrásokat definiálja. Jelen pillanatban egyfajta fényforrásunk van, de lehetne az másfajta is, például pozicionális. Így a lights is egy heterogén kollekció. Ugye a virtuális világhoz még hozzátartozik a virtuális kamera, amelyből lefényképezzük a világunkat, és a világnak a része még az ambiens fény, amely minden pontban és minden irányban jelen van, és ugyanolyan értékű. Ez is eltérő intenzitást jelenthet a vörözött kék hullámozókon, ezért használunk VEC3 típust. A build függvény felépíti ezt a virtuális világot, tehát az eye preferált függőleges iránya a kamerának a view up, illetve looket
meg a látószög, ezek konkrét értékeket kapnak, és a kamera objektumot inicializáljuk. Beállítjuk az ambiens fény intenzitását, külön a három hullámosszon, majd a direkciós fényforrásokhoz hozzáadunk egyet, adott megvilágítási irányjal, illetve intenzitással. Két anyagot használunk, a két anyag csak a diffúz visszaverődési tényezőben tér el egymástól, az egyikben a diffúz visszaverődési tényezőnek a három komponense így néz ki, a másikban meg éppen ellentétesen változik, ahogy a vöröstől elmegyünk a kék irányába. Ebben a ciklusban születnek meg az objektumok, hát véletlenszerűen fölveszünk 300 darab gömböt, amiből 150 az egyes anyag tulajdonságait, másik 150 pedig a kettes anyag tulajdonságait kapja meg. A virtuális világ lefényképezése a render függvény. Végigmegyünk a képernyő összes pixelén sorról sorra. Amikor egyetlen egy pixelnél vagyunk, akkor a kameránk getré függvényével meghatározzuk azt a sugarat, ami a virtuális világban ezen a pixelen keresztül megy. Ezzel a sugárral meghívjuk a trace függvényt. Ugye a trace függvény feladata annak meghatározása, hogy ez a sugár melyik felületet, melyik gömböt találja el először. Ott a szemirányú sugársűrűségnek a kiszámítása, és ezzel a szemirányú sugársűrűséggel tér vissza, amit mi először a kolorváltozóba, majd a kolorváltozóból ebbe az image tömbbe írunk be. Az image tömb, a képünk föltöltődik, ez a tömb, amikor ugye a forciklusok befejeződnek, akkor a kép előáll, és akkor ki is írjuk, hogy mennyi idő telt el a render függvény indulása óta. A trace függvény itt található. A trace függvény megkapja a sugarat, ami ugye a szemből indul, és a pixel felé megy. És van egy második paramétere is, ami jelen pillanatban nem érdekes, mert csak a rüskös felületekkel foglalkozunk, hogyha ideális tükör vagy törőobjektum is volna, akkor ennek a trace függvénynek a rekurzív implementációt adnánk, ahol fontos azt tudni, hogy hányadik rekurziós mélységben tartunk, megakadályozandó, hogy a rekurzió teljesen megegye a stacket. A sugár alapján először is egy first intersect eljárással meghatározzuk azt a felületi pontot, amit a sugár először eltalál, tehát amit ezen pixelen keresztül a kamerából látunk. Az eredmény a hit struktúrában jön vissza hozzánk. Megvizsgáljuk, hogy a hit struktúrában van-e értelmes adat, ez a sugár, a ray eltalált-e bármilyen felületet. Ha nem talált el, akkor nem látunk semmit, ezért az ambiens intenzitással térünk vissza. Amerre nem látunk objektumot, ott az ambiens fényt látjuk. Egyébként pedig a felület számított sugársűrűségét, ugye ez az odd radiance, az ambiens visszaverődési törvény alapján inicializáljuk. A felület ambiens visszaverődési tényezőjének és a térben jelenlevő ambiens fénynek a szorzata. Mégpedig ezt a szorzatot függetlenül kell számítani a vörös, zöld és kék komponenseken. A VEC3-ra a csillag szorzás operátort pontosan így implementáltuk. Függetlenül számol a három komponensre, úgy, ahogy a spektrumokat kell kezelni. Majd végignézzük a fényforrásokat. Egyenként minden fényforrásra meghatározzuk annak a felületre gyakorolt hatását, és a hatásokat összegezzük. Először is el kell döntenünk egy adott fényforrásra, hogy az a fényforrás látható-e a szemből látható pontban. Ehhez indítunk egy sugarat a látható pontból, ugye ez a hit point position, a fényforrás iránya felé. Ugye ez lesz a shadow ray. Azért, hogy a numerikus problémák ne okozzanak gondot, és ne fordulhasson elő, hogy a sugárra rögtön azt mondjuk, hogy ez a sugár elmeci azt a felületet, amelyről indul, ezért egy picit eltoljuk a kezdőpontot a felület normál vektorának irányába, így lehet leghamarabb a legnagyobb távolságra kerülni a felülettől, és onnan küldjük az árnyéksugarat vagy a shadow rayt a világba.
Diffúz visszaverődésnél szükségem lesz a felületi normális és a megvilágítási irány közötti szög koszinuszára, ami egy egyszerű skaláris szorzással előállítható, amennyiben a normál vektor egységvektor és a fényirány is egységvektor. Emlékezzünk vissza, hogy a normál vektor kiszámításánál gondosan olyan normál vektort állítottam be, ami valóban egységvektor, a fényforrás definíciójában, a konstruktorban pedig a megadott irányt, ezzel a normalize függvénnyel normalizáltuk, hogy ez is egységvektor legyen. Tényleg, dot vagy skaláris szorzás két egységvektorra a bezárt szög koszinuszát adja. Ha ez a koszinusz negatív, akkor a felületnek éppen azt az oldalát találjuk el, ami keresztül ő az objektumhoz hozzá van ragasztva, mert általában feltételezzük, hogy a normál vektor mindig olyan irányultságú, hogy kifelé mutat. Ilyen esetben maga az objektum árnyékolja a fényforrás saját magától, tehát annak a hozzájárulását nem kell hozzáadni. Ugye csak akkor van ilyen hozzájárulás, hogyha ez a koszinusz teta, bezárt szög, ez pozitív. És még ugye azt is vizsgálnunk kell, hogy vajon ez az árnyéksugár eltalál-e bármilyen objektumot, mielőtt eljutna a igazából végtelen távoli fényforráshoz. Ehhez indítunk egy újabb sugarat ebbe az irányba, hát vegyük észre, hogy nem ugyanazt a függvényt használjuk, mint az első meccéspont azonosításához, bár használhatnám ugyanazt. A megkülönböztetésnek az a szerepe, hogy a shadow intersectnél igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez a sugár elmetsze bárkit, arra nem, hogy pontosan hol és melyik pont, melyik felület van a legközelebb a kezdőponthoz, míg a first intersectben erre is szükség van. Tehát a shadow intersect egy egyszerűsített és hatékonyabb megvalósítása a first intersectnek. Ha nincs meccéspont, azaz a direkciós fényforrás látható az adott pontból, akkor a direkciós fényforrás megvilágíthatja a pontot, tehát akkor használjuk az illuminációs képletet, az ambiens fényt már figyelembe vettük, az ambiens fény hatásához akkor hozzáadjuk a direkciós fényforrásnak az intenzitását, megszorozva a diffúz visszaverődési tényezővel, ez mind a kettő spektrum, ugye két spektrumot úgy szorzunk össze a csillagoperátorral, hogy a komponenseket külön-külön, majd a skálázzuk a koszinusz teta faktorral a Lambert-féle koszinusz törvény értelmében. Ezt a sugársűrűséget még tovább növeljük a Fong-Blin spekuláris taggal, ugye ehhez szükségünk van a H, ugye felező vagy half-way vektorra, ami pontosan félúton van a nézeti irány és a megvilágítási irány között. Ezeknek is egységvektoroknak kell lenni ahhoz, hogy az összegük éppen egy olyan vektort eredményezzen, ami ugyanabban a sigmában van, mint a kettő, és a szöget, a nézeti és megvilágítási irány közötti szöget felezi. A sugár irányának a meghatározásánál is gondosan kell eljárnunk, és ezt a vektort is normalizálni kell. Ez itt következik be. A Fong-Blind képlet szerint akkor a spekuláris glossy hozzájárulás, a fényintenzitása, szorozva a spekuláris visszaverődési tényezővel, ezek közül mind a kettő spektrum, ami meg van szorozva a koszinusz delta a shininess-szediken, ugye a shininess a, vagy anyagtulajdonság, amit ugye a Hitch struktúrából kiszedhetünk. A koszinusz delta pedig a normál vektor, és ezen egységhosszú half-way vektor skaláris szorzata, azaz a két vektor által bezárt szög koszinusza. Ha az összes fényforrást földolgoztuk, akkor a Oort gradiens változóban a visszavert sugársűrűség található, mivel visszatérünk. Ez a függvény hivatkozott a first intersectre, amiről azt mondtuk, hogy meghatározza azt a felületi elemet, ami a kamera előtt van, és a sugár irányában a legközelebb a kamerához, tehát ez látható. Végigmegyünk
az összes objektumon, a világ összes objektumán. Mindegyik objektummal megkíséreljük a metszés pontszámítást, egy hit struktúrát kapunk vissza. Ugye a hit struktúrában a T negatív az arra utalna, hogy ezt a objektumot a sugár nem metszette el. Amennyiben elmetszette, akkor még megvizsgáljuk, hogy ez a távolság kisebbe, mint az idáig megtalált legkisebb távolság, mert hogyha ez bekövetkezik, akkor azt mondhatjuk, hogy ami a idáig feldolgozott objektumokat illeti, ez az objektum látszik a kamerából, tehát a Bessich struktúrába ezt írjuk be. Még annyival van ez kiegészítve, hogyha még egyáltalán nem találtunk látható objektumot, akkor az első objektum, ami látható, függetlenül attól, hogy milyen távol van, hogyha ez a távolság pozitív, akkor ő válik a potenciális látható objektummá. Ha forciklus végére érünk, akkor ezek szerint a best hit struktúra tartalmazza a legközelebbi látható pont paramétereit. Itt még egy kis kiegészítéssel élünk, megnézzük, hogy a nézetirány és a felületi normális milyen szöget zár be, ugyanis a képleteinkben pedig általában feltételezzük, hogy amikor elérkezünk egy felületre, akkor a ottani normál vektor felénk mutat. Azért, hogy ezt a helyzetet is kezeljük, ilyen esetben megfordítjuk a felületi normál vektort. A shadow intersect, ahogy elhangzott, ennek egy egyszerűsített, hatékonyabb változata, hogy ez is végigveszi az összes objektumot, na de hogyha bárhol talál olyat, ami látható, akkor nem vizsgál tovább, mert ez pontosan elég ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a végtelen távolban levő irányfényforrás ebben az irányban nem lehet látható, mivel ebben az irányban van objektum. Ilyenkor visszatérünk azzal, hogy ez bizony árnyékban van, ha nem találtunk ilyen objektumot, akkor visszatérési érték false. A virtuális világunknak még egy függvénye van, a animate, ami a kamera paraméterét az idő múlásával szinkronban módosítja. Tulajdonképpen a sugárkövető raycasting programunk ezzel véget is ért, az eredmény akkor a render függvényben számolódik, és a render függvény lefutása után ebben az image tömbben, amit a render függvény bemeneti paraméterként kap meg, található. A program további része csak azzal foglalkozik, hogy akkor most ebben a tömbben kiszámolt képet megjelenítse a képernyőn. Ehhez OpenGL mellett az szükséges, hogy a GPU-val egy téglalapot dolgoztassunk föl, mégpedig egy olyan téglalapot, ami a teljes viewportot lefedi, és ezt a téglalapot textúrázzuk az előbb kiszámolt képpel. Tehát lesz egy GPU programunk, annak egy vertex shadere. Vertex shader a nullás bemeneti regiszterben akkor a téglalapnak a csúcspontját kapja meg. Ugye olyan téglalapra van szükség, amely a teljes viewportot lefedi. Normalizált eszközkoordináta rendszerben ez a téglalap nagyon egyszerűen megadható, ugyanis sarokpontjai -1, -1, -1, ezért érdemes ezt a téglalapot közvetlenül a normalizált eszközkoordináta rendszerben definiálni, így is úgy is át kell oda transformálni. Ugye a C kezdőbetű arra utal, hogy feltételezzük, hogy a kapott csúcspont normalizált eszközkoordináta rendszerben értendő. Ennek a vertex shadernek egy kimenete van, kapott csúcshoz tartozó textúra koordináta, amiről azt kell tudni, hogy kép bal alsó sarkában ez a textúra koordináta 0-0, normalizált eszközkoordináta rendszerben a viewport bal alsó sarka -1, -1, a jobb felső sarokban pedig a kép jobb felső sarkában a textúra koordináta 1-1, és normalizált eszközkoordináta rendszerben is a viewport jobb felső sarka 1-1. Tehát akkor kell egy olyan átalakítás, ami a -1-1 tartományt normalizált eszközkoordináta rendszerből átviszi mind X-ben, mind Y-ban a 0-1 tartományra, ami a textúra koordinátáknak megfelelő. Hát ezt így lehet megvalósítani. Mivel a kapott pont már normalizált eszközkoordináta rendszerben van, nem kell transformálni, csak kiegészítjük egy Z1 nullával, és homogén koordinátát csinálunk belőle, hogy kiírhassuk a GL position kimeneti regiszterbe.
A pixel árnyaló program a interpolált textúra koordinátát kapja meg. Azon kívül van egy uniform változója, egy textúra mintavevő egység, amelyen keresztül olvashatja azt a textúrát, amit már áttöltöttünk a GPU-ra. Feladata a kimenet előállítása, amely kimenet majd megy a rastertár felé. A előállítás egyszerű textúrázás, tehát a mintavevő egységet ezzel a textúra koordináta párral megszólítjuk, és a mintavevő egység kiolvassa a textúrát, adott esetben a beállított szűrési feladatokat elvégezve visszaadja azt a texel szint, vagy annak a szűrt változatát, amit a textúrában a kiszámolt sugárkövetett képben megtalált. A full screen quad egy olyan objektum lesz, téglalap, ami normalizált eszköz koordináta rendszerben a -1, -1 sarokpontokkal definiált, és rá van textúrázva egy kép. Kérünk egy WAO-t, bindoljuk, kérünk egy VBO-t, ezt is bindoljuk, áttöltjük a VBO-ba a normalizált eszköz koordináta rendszerben definiált teljes viewportot lefedő téglalap 4 sarokpontját, és azt mondjuk, hogy ezt a nullás regiszterbe kérjük átmásolni minden egyes csúcspont esetén, és minden egyes csúcspont esetén 2 floatot ebből a 8 floatból. A textúrát is inicializáljuk, a textúra is erőforrás, tehát ahhoz is egy azonosítót kell kérni. Azt is bindolni kell, teljesen hasonló a ilyen tekintetben a WAO, VBO, illetve a textúra kezelése. Beállítjuk a textúra szűrési paramétereket, hát mind minification, mind magnification, kicsinyítés vagy nagyítás esetére, hogy a bilináris szűrést alkalmazzuk. A load texture át is másolja a képet. Azért választottam le a load texture-t a konstruktorról, mert ezt a konstruálást egyszer kell megcsinálni, de amikor animáljuk a kameránkat, akkor mindig újabb és új kép születik. Nyilván nincs szükség arra, hogy amúgy nem változó normalizált eszközkoordináta rendszerbeli téglalapot és textúra szűrési paramétereket újra és újra létrehozzuk. Csupán csak annyi szükséges, hogy magát a textúra képet újra töltsük, ezt végzi el a load texture, ugye megkapja az image tömböt, ugye bindolja az adott textúrát, mert adott esetben több textúrával is dolgozhatunk, és a bind után pedig átmásolja az image tömböt az adott textúrába, mégpedig abban, amit utoljára bindoltunk, tehát aminek az azonosítója ez a texture ID volt. Textúrázott téglalapnak a felrajzolása, tehát bindoljuk téglalap objektum WAO-ját. A árnyaló programnak egy uniform változója van, a texture unit, textúra mintavevő egység. Ebből a GPU-n több is található, legalább 8, általában jóval több, amelyek közül választhatunk, sőt egy árnyaló program egyszerre több textúrával is dolgozhat, vagy akár egy textúrát különböző mintavevő egységeken keresztül támadhat meg. Hát most nagyon egyszerű az eset, sok textúra mintavevő egység közül választunk egyet, a legelsőt, aminek ugye a sorszáma 0. Lekérdezzük ennek a Texture Unit Uniform változónak a helyét a GPU-n, mert ez alapján tudjuk megváltoztatni. Lekérdezés itt következik be, és a cím alapján a érték megváltozását pedig a GL Uniform függvénnyel érjük el, amikor ezek után nullára fog beállni. A Fragment Shader-t és a textúra mintavevő egységet ezáltal összekötöttük. A textúra mintavevő egységet a másik végén pedig a GPU-ra feltöltött képhez kell hozzá kapcsolni. Ez pedig úgy lehetséges, hogy aktiváljuk ezt a textúra mintavevő egységet. Ezeket konstansok segítségével címezhetjük meg, tehát a nullásnak az a neve, hogy GL Texture 0, az egyesnek az, hogy GL Texture 1, és így tovább, és az is garantált, hogy ezek egymás utáni számok, tehát ugye a GL Texture 0 plusz a Texture Unit működik akkor is, hogy a Texture Unit nem 0, hanem 1, 2, 3, és így tovább. A képpel való összekapcsolás úgy valósul meg, hogy bindolom azt a textúrát, amit a mintavevő egység másik oldalára szeretnék kötni.
ezzel kialakítottam azt a környezetet, amin a vaum, téglalap objektumom csúcspontjai végig kell, hogy szaladjanak a GPU-n, tehát a drókollal aktivizálhatjuk is a megjelenítési csővezeték működését. A VBO-k tartalmát a legelejüktől szeretnénk végigküldeni a csővezetéken, és összesen 4 csúcspontnak kell keresztül menni, és a 4 csúcspontra egy konvex sokszöget, téglalapot kell illeszteni, a konvex sokszögnek pedig a neve OpenGL-ben GL Triangle Fan. Képünk ezáltal megjelenik a képernyőn. Globális memóriába fölveszünk egy pointert, ilyen full screen textured quad objektumoknak a tárolására. A program inicializálása során ugye beállítjuk a viewportot a teljes alkalmazói ablakra, a virtuális világunkat fölépítjük, tehát megkonstruáljuk azokat a gömböket, meg a fényforrást, meg a kamerát, ami a virtuális világot összességében megadja. Allokálunk egy textúrázható téglalapot, lefordítjuk, linkeljük és aktivizáljuk a csúcspontárnyaló és fragmensárnyaló programokat. Az inicializálás ezzel be is fejeződött. Az on-display pedig sugárkövető algoritmussal lefényképezi a virtuális világot. Az eredmény, ez teljes mértékben CPU folyamat, az eredmény a CPU-n létrehozott image tömbbe kerül. A full screen quad segítségével ezt a image tömböt áttöltjük textúraként a GPU-ra, majd egy teljes viewportot lefedő téglalapot jelenítünk meg textúrázással, azaz az a kép, amit textúraként áttöltöttük, most meg fog jelenni a képernyőn. Különösen azután, hogy a GladSwap Buffers hívással az a buffer, amiben rajzoltunk, láthatóvá válik a felhasználó számára. Felhasználó interakció nem igen van. Az idő múlására úgy reagálunk, hogy a virtuális világunkat egy kicsit arrébb mozgatjuk, annak a virtuális idejét 0,1-jel megnöveljük, és érvénytelenítjük az ablakot. Az animate függvény itt található, ugye annak hatására a kameránk megváltozik, amit úgy implementáltunk, hogy a szempozíciót arrébb visszük, tehát ugye a looket ponton keresztülmenő Y-tengellyel párhuzamos egyenes körül forgatjuk folyamatosan a szempozíciót, és a megváltozott szempozíció mellett érvénytelenítjük az ablakunkat, ha érvénytelenítettük az ablakot, akkor a sugárkövető programunk újra lefut, a keletkezett kép újra átkerül textúraként, és a teljes viewportot lefedő ablak pedig megjelenik, megmutatván a kiszámított képet a felhasználónak. Hát hadd fusson! Látható 150 sárgás és 150 türkiszes gömb, véletlenszerű pozíciókkal, illetve sugarakkal. Egy fényforrás van, direkciós fényforrás, ugye a kép alapján megsatszolható annak az iránya, a képen árnyékok találhatók, mi meg a virtuális kameránkkal megyünk körbe-körbe és szemléljük ezt a sokaságot. Egyetlen csúnya dolog említhető ennek kapcsán, a rendering time, ami egy-egy képkocka kiszámításához szükséges, egy másodperc körüli, tehát sajnos ez nagyon messze van a valós idejű megjelenítéstől, amihez körülbelül 30 millisekundum kellene, hogy tartozzon, holott a 300 gömb azért nem nevezhető borzasztóan bonyolult szintérnek.